Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, Németh Antal atyával együtt nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket első közös szentmisénken, itt a Dombóvár Gunarasi Nagyszent Gergely kápolnában. Urunk színeváltozásának ünnepe van, hogy méltóképpen tiszta lélekkel ünnepelhessük Urunk szent titkait, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg vétkeinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmezz, Uram, irgalmazz, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével megerősítetted hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiadra, Jézus Krisztus szavára hallgatva, mi is társörökösei lehessünk Krisztusnak,
aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Én, Dániel, az ilyen látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűz folyó ered belőle, és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőjén valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ősereghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendő. Ez az Isten igéje. Isten benned van, király az Úr, legfelségesebb az egész világon. Király az Úr, legfelségesebb az egész világon. Király az Úr, újjongjon a és örvendjen minden sziget, homá és felő levegi őt körül, trónját jog és igazság tartja szilárdon. Király az Úr, legfelségesebb az egész világon, a föld kerekséget bevilágítják villám, a föld látja és belé remeg. A hegyek viaszként szétfolynak az Úr arca előtt, az egész föld az Úr színe előtt. Király az Úr, legfőségesebb az egész világon, igazságosságát hirdetik az egek, és dicsőségét meglátják a népek. Mert te vagy, Uram, a legfőségesebb az egész világon, messze főségesebb vagy minden Istennél. Király az Úr, legfőségesebb az egész világon. Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből. Szeretteim, nem rosszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőlésének szemtanúi. Amikor az Atya Isten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből. Ez az én szeretett fiam, akibe kedvem telik, őt hallgassátok. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendőlésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnal csillag föl nem kiél a szívetekben. Ez az Isten igéje. Isten akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Evangélium Szent Máté könyvéből.
Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borított el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem tellik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövett Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, az elmúlt vasárnap Jézus még példabeszédben szólt az elrejtett kincsről, az igaz, drága gyöngyről, amelyért mindent el kell adni, mindenről le kell mondani, csak hogy birtokolja az ember. Tudjuk, hogy Jézus az Isten országáról beszélt. Az Isten országáért érdemes minden lemondást vállalni, hogy az Isten országa a miénk legyen. És ma a színe változás hegyén Jézus megmutatja a mennyek országának egy kis darabját. Ott van a mennyországból Mózes és Illés, és beszélgetnek Jézussal, és ragyognak, fénylenek. Csodálatos látomás lehetett. Az apostolok nem is tudták, hova legyenek. Péter zavarában nem tudja, mit mondjon. 3 sátrat akar építeni, ott akar maradni, ezt a látomást akarja örökké őrizni. Elképzelni nem tudjuk azt a ragyogást, ami körülvette Jézust, hogy megmutatta Isteni dicsőségét, hogy ő valóban nem csak ember, hanem valóságos Isten. Csodálatos lehetett ez a látomás. És nem véletlen, hogy Jézus megmutatta a dicsőségének ragyogását, hogy majd amikor jön a sötétség, a szenvedés, a kereszt, tartsanak ki vele az apostol. És tudjuk, Péter ugyan 3-szor megtagadja majd Jézust, de mégis megsiratja a bűnét, és utána fölveszi a keresztét és vállalja. Jakab, az első vértanú, igenis kitartott Jézussal, és Szent János, aki természetes halállal hal meg későre korában, végig kitartott Jézus szeretetében, amikor már nagyon idős volt, és igazán úgy vitték el a kenyértörés helyére, mindig kérték: Atyám, adj nekünk biztatást. És János csak ennyit mondott mindig: Fiacskáim, szeressétek egymást. És akkor már nagyon sokszor hallották: Atyám, mondjál már mást is. Hát miért csak ezt mondod? Hát mert ez a mi Urunk Jézus Krisztus parancsa. És ez a legfontosabb. Szeressétek egymást, és akkor igazán a szeretet ott lesz bennetek, szeretet pedig az Isten. És igazán, akkor tud az ember szeretni, ha ott él benne az Isten. Igen, kedves testvérek,
Nekünk is fel kell menni az Isten hegyére. És nekünk is valahol meg kell találni azt a helyet, ahol meglátjuk az Isten dicsőségét. Hát a mi táborhegyünk a templom. Amikor eljövünk a templomba, meg kell, hogy lássuk Isten dicsőségét. Igen, gondoljunk az Emmauszi tanítványokra. Amikor Jézus megtöri nekik a kenyeret, eltűnik a szemük elől, és akkor döbbennek rá. Ugye lángolt a szívünk az úton, mikor beszélt hozzánk. Igen, kedves testvérek, Jézus szól hozzánk. Szól hozzánk az olvasmányokon, az evangéliumon keresztül, szól hozzánk a Szentbeszédbe, és igazán lángra akarja gyújtani a szívünket, ha igazán figyelünk rá. Tapasztaljuk meg, hogy tényleg lángol a mi szívünk is. És a Szentmisében jön az áldozat, az áldozati rész, amikor Jézus önmagát adja nekünk a kenyér és a bor színében, és a csúcs a szent áldozás, ami hatalmasabb dolog, mint ha színről színre látnánk Jézus dicsőségét, hisz egyesül velünk, egyé lesz velünk. Csodálatos dolog, hogy a mi bensőket akarja ő megvilágítani. A mi bensőket akarja az ő fényével elárasztani. Igazán az isteni ragyogását bennünk akarja kifejteni. Éljük át ezt a csodát, hogy Krisztus világossága bennünk van, mert ő a világ világossága, ő tudja megvilágítani a mi lelkünk homályait, ő tudja betölteni isteni fényével azt, ami még a lelkünkben homályos, ő tudja megvilágítani szívünket, lelkünket, igen, isteni fényével. Minket akar átváltoztatni. Igen, minket egyesít az ő dicsőségével, már itt a földi életünkben. Éljük át ezt a csodát, mert igazán a szívével lát jól az ember. Igazán, ahogy mondja a róka a kishercegnek, csak a szívével lát jól az ember. Igen, kedves testvérek, van, ami a szemnek rejtve marad, de a szív megtapasztalja. Érezzük át a csodát, valahányszor szent áldozáshoz járulunk. Igen, kedves testvérek, mindenkinek megvan a maga táborhegye. Ha kitartunk az imádságban, ha igazán átérezzük az imádságban is az Isten jelenlétét, szeretetét, igazán töltekezünk, megnyílunk az Isten felé, és megérezzük, hogy az ő szeretetével eltölt minket, hát ennél nagyobb csoda a világon nincs. Kedves testvérek, példaképeink a szentek. Nem a saját erejékből lettek szentek, hanem igazán kérték az Istent, hogy tegye szenté őket. Igazán ez a mi feladatunk is. Kérjük a Szent Lelket, tegye minket Krisztusi emberré. Igenis kérjük a Szent Lelket, hogy Krisztus ott éljen bennünk. Alakítson minket Krisztusi emberré, tegyen minket szenté, ez a Szentlélek hivatása, feladata, alakítson minket Krisztusi emberré. Csodálatos dolog, hogy mi megkeresztelt emberek, Isten gyermekei vagyunk. Fölöttünk is elhangzott a keresztelésünkkor Isten szava. Ez az én szeretett fia. Igen, Isten szeret minket, mint gyermekeit, és ezért legyünk hálásak. Kedves testvérek, a mai nap egy másik ünnep is, amiről már gyakran megfeledkezünk. Harmadik Karisztus pápa ezen a napon kapta a hírt, hogy Nándorfehérvárnál győzelmet arattak a török fölött, diadalt arattak a csapatok, a keresztény nép. És ennek az emlékére rendeli el a pápa a mai napra ezt az ünnepet, Krisztus színe változásának az ünnepét. És ezen a napon rendeli el a déli harangszót is. Csodálatos ajándék ez a nemzetünknek. Gyakran gondolunk erre, minden déli harangszókor. Imádkozzuk az urangyalát,
minden délbe. Hálát tudunk adni a jó Istennek, hogy velünk van és segít minket. Igen, kedves testvérek, az őseink ebben a diadalban látták meg az Isten dicsőséges ragyogását. Ebben a nándorfehérvári diadalban tapasztalták meg őseink és az egész keresztény világ Isten színe látását, hogy igen, Isten ott volt és segítette a csapatokat, és óriási diadalt arattak. Igen, kedves testvérek, tartsunk ki a jó Istennel, és győzni fogunk egyéni életünkben is. Le kell, hogy győzzük önmagunkat, és igazán győzni fogunk családi életünkben, közösségi életünkben, de nemzetünk is győzelemre hivatott, hisz velünk az Isten. És tudjuk, ahol Isten, ott szükség nincsen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, Teremtő Istenünket, hogy őrizze és növelje bennünk a megszentelő kegyelmet, és földi életünkön ragyogjon át Istennek természet feletti ajándéka. Adjunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy megismerjük szeretett fiadat, és hallgassunk szavát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a megszentelő kegyelem formája át gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőjön az anyagvilág. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos Atyánk, szeretett fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét adtad nekünk. Engedd, kérünk, hogy mindig a te tanításod által éljünk, és soha semmi le ne téríthessen minket az üdvösség útjáról, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Által egyesüljük annak Istenségével, hogy kegyesen részese lett emberségünknek. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot,
nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, szenteld meg adományainkat, melyeket bemutatunk neked egyszülött fia dicsőséges színe változásának ünnepén. Tisztíts meg minket a bűn szennyétől az ő tündöklő ragyogásával, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, szeretett fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő a kiválasztott tanuk előtt isteni dicsőségét feltárta, és ragyogóny fénybe öltöztette a miénkhez hasonló testét, hogy a tanítványok szívét a kereszt botrányától megóvja, és önmagában, mint az egyház fejében, megmutassa a dicsőségnek azt a fényét, amely majd egyszer beragyogja az egyház egész testét. Ezért a mennyei angyalokkal együtt itt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hálás szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az áldományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, meghálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálódat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben,
Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt szeretteinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnk dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk, béke veled. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg engem. Krisztus teste.
Krisztus teste. Krisztus teste. Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, hogy a mennyei táplálék, melyet magunkhoz vettünk, alakítson minket hasonlóvá szent fiathoz, akinek isteni dicsőségét színe változásával akartad megmutatni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy jövő vasárnap is és az elkövetkezendő vasárnapokon is ebben az időpontban este 7 órakor lesz Szent Mise itt Gunarasban. Most fogadjuk a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.